A kis Nikolia és édesanyja is jól vannak, pénteken már haza is mehetnek otthonukba. A szülők nem gondolták volna, hogy új évre érkezik a kisbabájuk. Termine 10. január, ali ona je malo i požurila, tako da pustili smo neka ide svojim tokom, ali eto, ako nije već za Svetog Nikolu, onda neka bude već za novu godinu. A baba-mama barátszülészeten az újszülöttek édesanyjuk mellett tartózkodnak, miközben a személyzettől minden segítséget megkapnak. Ez sokat jelent az édesanyáknak. A topolyai szülészeten évről évre nő a születések száma. Köszönve a baba, illetve kismama barát programnak, egész Vajdaságból, sőt Szerbiából is sokan ezt a szülészetet választják. 2016-ban 202, 2017-ben 219 újszülött jött világra Topolyán. Minőséges szolgáltatást, gyógykezelést tudunk biztosítani a kismamák és a szülőnők számára, úgy szintén kényelmet. Gondolok itt a Baba Barát programra, amely mindenféleképpen ugye a szoptatást helyezi előtérbe, és azt, hogy a kismama a szülés után egy 24 órát a kisbaba mellett, tehát állandó jelleggel a kisbaba mellett tartózkodjon. Kislinder Gábor Topolya polgármestere a hagyományokhoz híven meglátogatta az év első babáját. Az önkormányzat nevében 40 ezer dinárral és virágcsokorral köszöntötte az újszülöttet és édesanyját. Egy 30%-os növekedést jelent, és akkor most 40 ezer dinár, figyelembe véve között többi önkormányzatot a környező településeken, azt gondolom, hogy ez még mindig nem nagy, de valamivel több, mint a tavalyi, és segít, gondolom én, a szülőknek ebben a abban a napokban, amikor költségesek a kezdet. A Topolyai Vöröskereszt ajándékcsomaggal köszöntötte az év első topolyai babáját.